He was asking me, you gonna score? I say yes. He said to me, are you sure? I say yes, I never miss. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit nem ér. Steven Gerrard ezen idézetét varratta kezére Szoboszlai Dominik, és ez a fajta mentalitás kísérte végig a fiatal sportoló életének mindennapjait. Ugyanis mindenért meg kellett dolgoznia, és semmit sem kapott meg ingyen. Nem hiába rogyott össze számtalanszor a fáradtságtól, ugyanis ez az út vezetett ahhoz, hogy Dominik nem csak Magyarország, hanem az európai futball egyik legnagyobb fiatal tehetségévé nője ki magát. Kinek köszönheted? Kinek köszönheted a legtöbbet, hogy most itt vagy? Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született Székesfehérváron, Szoboszlai Zsolt és Németh Janett első gyermekeként. A játékos egyik első emléke, hogy otthon áll a tévé előtt, és hallgatja a Bajnokok Ligája himnuszát, miközben arról álmodozik, hogy egy nap majd ezt élőben a pályáról fogja hallgatni. Az én gyerekem az már másfél évesen rúgta a bőrt, tudtam, hogy focista lesz belőle. A szakmai felkészítése már az ovis időszakban elkezdődött, Szoboszlai Zsolt maximalizmusa pedig teljes mértékben átragadta fiára is. Dominik amiben tudott, abban versenyzett, miközben már ideje korán kiütköztek rajta a céltudatosság, akaratosság jegyei. Sose volt ez benne, hogy basszus esetleg? Nem volt gyerekszobám, hogy mondjam érted. Szóval ők mentek tizen buliba, moziba, városba, csavarogni, fagyizni, biciklizni. Így úgy adalma, de én megmentem reggel edzeni. Ebben a tekintetben más volt, mint a többi gyerek. Zsolt pedig mindenhez asszisztált. Sosem hagyta nyerni a fiát. Kivéve akkor, ha ténylegesen ő volt az ügyesebb. Az ösztönös versenyszellem viszont nem lett volna elég a sikerhez. Szoboszlai Zsolt másik fontos tanítása az volt, hogy a győzelmek sokszor kinkeserves szenvedéssel járnak. Édesapja folyamatosan tesztelte a fiát, igyekezett kitolni a tűrés küszöbét, és ha Dominik jól teljesített, jutalma egy látogatás lett a közeli cukrászdában. Zsolt könnyen tudta irányítani és szemmel tartani fia fejlődését, hiszen nem csak otthon, de a pályán is felvigyázója lett a gyermekének. 2007-ben ugyanis másik két szülővel karöltve saját utánpótlás egyesületet alapított, ez lett a Phoenix Gold. Itt a tehetséggondozásra fektették a hangsúlyt, ehhez pedig hazánkban rendhagyónak számító technikákat alkalmaztak. Ez volt Dominik első igazi klubja, és Zsolt edzősködése alatt a fiatal fiúnak a korábbiaknál is keményebben kellett dolgoznia. Dominik már egészen korán belátta, hogy profi játékos csak akkor válhat belőle, ha közben az iskolán kívül minden más elfoglaltságáról lemond. Az akarja edzeni, az akarja edzeni. És mentél néha azért? Csak Nagyon ritkán. Tényleg? Aha. Nagyon ritkán. Nagyon ritkán? És azt hogy élted meg akkor? Nem úgy élted meg, mint olyan áldozat, amit nehéz? Az a baj, hogy én ugye sosem mentem, és nem tudtam, hogy az milyen. Az apa-fia munka sokszor nem ment gördülékenyen. Zsolt maximalizmusa ugyanis a fiával szemben a megszokottnál is magasabb elvárásokat eredményezett. És hogy mit szólt ehhez Janett, az édesanyja? Nem folyt bele a fiúk labdarúgást érintő dolgaiba, ő inkább a biztonságos hátországot képviselte, gondoskodott róla, hogy mindig tiszta ruha és meleg étel várja a fáradt focistákat. Voltak nehéz pontok nyilván a Dominik életébe. Amikor egyedül nem minden tudott megoldani, ebben segítettem. Dominik karrierje 14 éves korában kezdett el egyre komolyabb irányt venni, amikor a Phoenix Gold felvette kapcsolatot a Dzsudzsák Balást is képviselő Vörös Baranyi Józseffel. Miután látták focizni a fiút, az ügynökség egyből belement a képviseletébe, így Dominik Esterházy Mátyás gondnoksága alá került, aki édesapja mellett azóta is a játékos legfontosabb szakmai tanácsadójának számít. A karriertervezéshez sok dolog szükséges. Az egyik természetesen az, hogy el tudjam helyezni a koordinátorrendszerben a játékost és a képességeit. A másik, hogy tudjam, hogy a családnak, illetve a játékosnak mi a víziója. A terv innentől kezdve egyszerű volt. Mivel Zsolt meglehetősen szkeptikusan tekint a magyar lehetőségekre, a cél az volt, hogy Dominikot minél előbb eljuttassák egy külföldi csapatba, hogy nemzetközi porondon fejlődhessen tovább. A gond ezzel csak az volt, hogy a szabályok értelmében Szoboszlai 16 éves koráig nem játszhatott sehol profiként. Így hiába csábította őt az olasz Atalanta és a holland Den Haag csapata is. Szerződésről csak 16 éves kora után lehetett volna szó. Az élet végül úgy hozta, hogy egy U15-ös válogatott mérkőzésen a
Salzburg megfigyelője kiszúrta a fiatal tehetséget. Az osztrákok pedig rövidesen próbajátékra invitálták Szoboszlait. Az életkor áthidalására is találtak megoldást, ami az lett, hogy Dominik hétköznap Salzburgban edzett, majd hazautazott az MTK csapatához. A dolog fél évig működött is szépen, azonban Dominik egyre kevesebb lehetőséget kapott, míg végül már csak fél időket játszott az MTK-ban, ami sem neki, sem az osztrák klubnak nem igazán tetszett. Így Dominik egy utolsó etapra még visszatért apjához a Phoenixbe, majd 16 évesen csatlakozott az ausztriai Elite Akadémiához. Nem volt egyszerű, főleg úgy, hogy nem tudtam angolul, se németül sem. És azért ott nem olyan, hogy az utánpótlásban, hogy jön egy külföldi srác, aki semmilyen nyelven nem tud, és akkor karoljuk fel, és akkor vigyük mindenhova. Volt olyan szituáció, amikor felhívott, és éreztük a hangján, hogy most van az a szituáció, amikor igazán mögötte kell lennünk. Az új közeg egy teljesen új dimenziót nyitott az életében, míg itthon mindenhol mindig ő volt a legjobb, addig a Salzburgban egy lett az átlagos tehetségek között. Már rögtön az első edzésen úgy megrángatták, hogy leszakadt róla a megkülönböztető, németül pedig egyáltalán nem beszélt, angolul is csak keveset, így háttérbe szorult. A nevelés és a tenni akarás azonban utat tört magának, Dominikot pedig nem kell félteni. A csapatban helyet csinált magának, amikor pedig nem az iskolai vagy nyelvtanulási teendőit látta el, akkor ájulásig edzett. Nyugat-Európában beleérte Salzburgot, és minden klubban minden gyerek futballista akar lenni. Sokkal nagyobb a verseny egy ilyen akadémián, mint itthon. Nyilván ez egy olyan dolog volt, amit neki meg kellett szoknia. Keményebben dolgozott mindenkinél, elsajátította a korábban ismeretlen edzéstechnikákat, és egyre nagyobb elismerést taposott ki az akadémián. Nem félt kivívni a vezéregyéniség szerepét, az első tétmérkőzésen például kivette a szabadrúgáshoz készülő csapattársa kezéből a labdát, azzal a szándékkal, hogy ő majd belövi. Be is lőtte. A fiatal játékos már a felnőtt csapattal edzett, de tétmeccseken még mindig nem kapott szerepet, ezért a második számú fiók csapatnál, a Liefeningnél rúgta a bőrt. Ez Dominik csalódásként élte meg, ugyanis sokszor hitegették azzal, hogy hamarosan bemutatkozhat a felnőttben. A hétvégén azonban újra a másodosztályban találta magát. Tanítanak. Móresle, ha más nem. Értsd meg, hogy ez nem így működik, ahogy te elgondolod, hogy kis királyt akarsz játszani egy olyan helyen, ahol meg kell döglened azért, hogy elnyerd a csapat és az edzőknek a bizalmát. A vezetőedző ezzel az érzelmi hullámvasúttal tesztelte a fiú kitartását, Dominik pedig majdnem el is bukott a próbán, de még a csapatkeresés előtt visszatáncolt. Odaállt az edző elé és kijelentette, hogy ő addig innen el nem megy, amíg meg nem mutatta, ki is ő valójában. Mint azt tudjuk, sikerült neki, Szoboszlai pedig ezt tartja pályafutása legfontosabb pillanatának, ami fordulópontot jelentett az edzővel való kapcsolatában és teljes karrierjében. Mondtam neki, hogy igen, eddig lehet én voltam a hibás, és nem volt olyan jó viszonyunk, ezt szeretném tisztázni, és már csak azért is megmutatni, hogy be tudok kerülni a csapatba. Ekkoriban figyelt fel rá először az európai topfutball, az U17-es Európa-bajnokság selejtezőiben ráadásul kiemelkedően szerepelt, és végül az ő találatával jutott ki a válogatott a tornára. Salzburgban már az első meccsen gólpasszt adott, majd szépen lassan alapemberré küzdötte magát. 2019 tavaszán bemutatkozhatott a nemzetközi kupa porondon is, a különleges alkalmat pedig egy gólpasszal koronázta meg. Nem kellett sokat várni a következő sikerére, ugyanez év őszén ugyanis valóra váltotta gyerekkori álmát, bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is. A Genk elleni mérkőzés pedig minden várakozását felülmúlta, ugyanis rögtön az első meccsén gólt is szerzett. Az emlékezetes dátumot a karjára varratta, teljesítménye pedig a magyar válogatott szövetségi kapitányát is meggyőzte, így Szoboszlai bekerült a felnőtt válogatottba. Így szerezte karrierje eddigi legfontosabb gólját is, ugyanis az Európa-bajnoki pótselejtező 92. percében egy a mai napig hidegrázós távoli bombával juttatta ki a magyar válogatottat a hazai társrendezésű EB-re. 2021-ben robbant az újabb bomba Dominik életében, ugyanis új klubcsapathoz igazolása hatalmas visszhangot vert. A fiatal tehetség a Salzburg csapatától a német élvonalban szereplő, stabil Bajnokok Ligája induló Lipcse csapatához szerződött több mint 20 millió eurós kivásárlási áron. Nem ész nélkül, elég jobban vagyok a pénzzel, szeretem, hogy van.
Fizetését a mai napig hazaküldi, édesapja kezeli a pénzét, Dominiknak pedig ez tökéletesen megfelel. Zsolt a tőzsdében és egyéb befektetési formákban szinte egyáltalán nem hisz. A pénz kizárólag ingatlanba kerül, és Dominikot idővel tekintélyes vagyon várja majd itthon. Szoboszlai így nyugodtan foglalkozhat a számára legfontosabb dologgal, a labdarúgással, és hogy mindent kiadjon magából, így pedig a klubja, a válogatottja, illetve a világ egyik legsikeresebb focistájává válhasson. Erre minden jel szerint megvan az esélye, hiszen Európa legnagyobb szaktekintélyei és játékosai nyilatkoznak elismerően a szemtelenül fiatal magyar játékosról, akit ha elkerülnek a sérülések, még nagyon sokáig nyűgözhet le minket játékával. A legmagasabbak a céljaim, bármi megtörténhet. Én azért dolgozok, hogy én ezt elérjem. Ennyi lett volna a Szoboszlai portrénk, középen még több videót találsz, hamarosan pedig újakkal jövünk. De addig is, sziasztok!